Szücsné Novák Mária, Fehérvári Kézművesek Egyesületének tűzománc művésze a Te igéd igazság címmel mutatta be alkotásait az Evangélikus Gyülekezeti Házban. Az ünnepélyes megnyitón Bence András evangélikus lelkész mondott köszöntőt, a kiállítást Lakner József, a Vörös Marti Társaság alelnöke, az Áron Nagy Lajos művészetbarát kör elnöke ajánlotta a művészetbarátok figyelmébe. Kiállítás látható anyagban két ősi technika, tehát van egyesítve, a bibliai ábrázolás és a tűzománc. Mind a kettő tulajdonképpen egy szakrális dolog, tehát eznek az egyesítése az egy nagyon szerencsés eset, és nagyon dekoratív és elgondolkodható műveket hoz létre. A többszörösen díjazott alkotó Idestova két évtizede rendszeresen bemutatja műveit Székesfehérváron és szerte a világban. És mint mondja, hálás a szíve, hogy küldetést kapott az Úrtól, az alkotás ajándékát, és hiszi, hogy sokaknak jelenthetnek áldást a képei. Nagyon inspirál a Szentírás. Csodálatos műnek tartom. Hát tudjuk jól, hogy az élet könyvének is nevezik. És nagyon izgalmas számomra, amikor egy-egy kép így megszületik. Inspirálnak a bibliai igék, történetek, szereplők. A tárlat november 5-ig ingyenesen látogatható a gyülekezet alkalmainak időpontjában.